A Szolgáltató Központ igyekszik minden alkalommal olyan témát választani és olyan előadókat meghívni, akiknek meglátása és tudása sokat segíthetnek a civil szervezetek működésén. A központ pénzügyi, adománygyűjtési témakörökben tart szakmai fórumokat, tájékoztatókat, jelen esetben a civil szervezeteket érintő jogi változások voltak a fókuszban. A civil szervezeteket érintő jogszabályi változásokról, önmagával jogszabályi környezetről, illetve erről a folyamatos változásokról. Ezt évről évre, sőt évente két alkalommal tartjuk meg, hiszen ugye a környezet az állandóan változik, és ugyanúgy egy civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak is napra készt kell lenni, ezeknek a jogszabályi követelményeknek folyamatosan meg kell felelni. A mostani alkalommal a változás bejegyzési eljárásokról tartott előadást dr. Fekete Szilvia Anna és dr. Kis Anna Mária törvényszéki bírósági titkárok. Ráadásul a megjelentek első kézből kaphatták meg a fontos információkat, hiszen az előadók saját tapasztalataikat is beleszűtték a prezentációba. Elsősorban arról lesz szó, hogy az egyesületeknek, illetve az alapítványoknak mely esetben kell egyáltalán változásbejegyzési kérelmet benyújtani a nyilvántartást vezető bírósághoz, azt milyen módon tehetik meg, milyen nyomtatványt kell ehhez használni, valamint, hogy ezeket a nyomtatványokat hogy kell megfelelően helyesen kitölteni. A Tolna megyei Szabadművelődési és Népfőiskola Társaság rendre képviselteti magát ezeken a tájékoztatókon, várják és érdeklődnek irántuk. Ez az alkalom jobbkor nem is következhetett volna. Éppen múlt héten volt a tisztújító közgyűlésünk, és most éppen ez nekünk nagyon aktuális, mert módosítanunk kell az alapszabályt. A folyamatosan változó világban, legyen szó pénzügyekről vagy jogszabályokról, nagy segítséget nyújthatnak az ilyen szakmai előadások, és mint Berta Zoltán a központ elnöke kifejtette, a civil szervezetek szerencsére élnek is a teremtett lehetőséggel.